Péntektől vasárnapig Nyíregyháza adott otthont az 5. korcsoportos kézilabda diákolimpia országos döntőjének. A fiúknál és a lányoknál is 8-8 csapat mért összetudását. A mezőnyben több hazai kézilabda akadémia, bázis iskolája is ott volt, így olyan játékosokat is láthattak a nézők, akik néhány év múlva minden bizonnyal bemutatkoznak majd a felnőtt válogatottban is. Nagyon jó hangulatú, jó színvonalú mérkőzéseket láthattunk, és jelentőséget tudunk egyébként a megyei kézilabda szövetség értében, hiszen az utánpótlás programunkban résztvevő játékvezetők részt tudtak venni, mint játékvezető ezeken az esemény sorozatokon. Azért is kiemelkedő egyébként, mert olyan fiúk csapatoknak a tagjaival ismerkedhető meg, akik majd a felnőtt kézilabda életben vissza fognak köszönni. Hát mindenképpen szerettük volna, hogyha a jövőre is majd részt vehetünk egy ilyen társszervezésben. A rendező megyei diásport és szabadidő egyesület elnöke szerint fontos, hogy a fiatalok ne csak a pályán, hanem azon kívül is szerezzenek pozitív élményeket. Azok a csapatok, akik ide eljöttek, azok valóban pozitív élményekkel távoznak majd, és a sport sikerek mellett nagyon bízom benne, és azt hiszem, hogy ez lenne a legfőbb feladat, meg a legfőbb cél is, hogy olyan sportbarátságok kötődjenek ez alatt a hétvég alatt is, és remélem, hogy kötődtek is, amelyek talán egész életre szólnak, és ezzel is egy kicsit megalapozzák azt a sportteljesítményt, amelyet aztán a pályán tudnak nyújtani mind a lányok, mind a fiúk. A fiúknál győztes balatonfüredi csapat játékosa, a nyíregyházi Máté Dominik korábban általános iskolásként a BEM színeiben már nyert diákolimpiát a Bújtyosi csarnokban. Nagyon jó érzés volt, már kétszer is nyerni, szóval meg éheztünk már a Nekára is, már ugye kikaptunk már kétszer tőlük, szóval most nagyon jó érzés volt megnyerni. A fiúknál a balatonfüredi Lóci nyert a balatonbográli Matthias és a szegedi Dugonics gimnázium csapat előtt. A lányoknál a balatonboglári Matthias végzett az élen a győri Bercsinyit és a budapesti Kölcsi gimnázium együttesít megelőzve. A megyebeli csapatok közül a Máté Szalkai Esze Tamás gimnázium és a nyíregyházi Rinyi egyaránt a 7. helyet szerezte meg.